Néhány nappal korábban már elkészült az új műsor tervezete, de az élet most közbeszólt. Akárhányszor próbáltam aktualizálni a szöveget, mindig új és új fejlemények következtek, ami miatt elavulttá vált a tartalom. De az okok, amelyek az okozatokhoz vezettek, nem változtak azóta sem. Főcím, és kezdünk! Sok szeretettel köszöntöm az új világpanoráma nézőit. Csütörtök hajnalban orosz haderők összehangolt támadást indítottak az ukrajnai célpontok ellen. Amikor azt gondoltam, hogy Putyin maximum Donbassba küld majd békefenntartókat, hogy biztosítsa az ott élő oroszok biztonságát, tévedtem. Sajnos. Bár ne tettem volna. Az orosz védelmi minisztérium akkor azt közölte, hogy az orosz hadsereg ukrán katonai létesítményeket támad egy Ukrajnában zajló hadművelet részeként. A precíziós fegyvereket katonai infrastruktúra, légvédelmi létesítmények, katonai repülőterek és repülőgépek ellen használják, állt a közleményben. A csütörtöki villámoffenzíva megbénította és demoralizálta az ukrán hadsereget. Állította, illetve állítja Oroszország. A hadsereg közölte, hogy Oroszország nem támad ukrán városokat, ellentétben az ellenkezőjét állító hírekkel. És azt is mondták, hogy az ukrán civileket nem fenyegeti veszély. Putyin tehát hazudott, amikor azt mondta, hogy nem tervez háborút Ukrajna ellen. És abban is hazudott, hogy nem támadnak civilekre. Amióta elkezdődött a háború új szakasza, egyfolytában azon gondolkodtam, mit is kellene erről az egészről mondanom, hogy ne legyen se vádirat, se védőbeszéd. Hogyan maradjak meg a realitásoknál ilyen esetben? Bevallom őszintén, hogy ez nagyon nem könnyű. Mert amikor azt mondom, hogy a háború új szakaszába lépett, akkor azért fogalmazok így, mert ez a háború már 8 éve tart. Ugyanis Ukrajna keleti részén már 2014 óta harcok folynak, amiben az ukrán hadsereg többek között nehéz tüzérséggel lövetett civil lakótelepeket és tízezreket mészárolt le csak azért, mert oroszok, és csak azért, mert önállóságot akarnak. Természetesen a nyugati médiumok nem igazán számoltak be ezekről, mert nem állt érdekükben aláásni a kijevi bábkormány tekintélyét, amelyet a háttérből főképp a CIA és az Egyesült Államok irányított, illetve irányít feltételezéseim szerint most is. Most tehát új frontvonal nyílt Ukrajnában, az oroszok nem csak a szakadár köztársaságokat akarják megsegíteni, hanem, ahogyan Putyin fogalmazott, demilitarizálni és nácitalanítani akarják egész Ukrajnát. A Facebook félelmetesen pontos lenyomatot ad a mai társadalom megosztottságáról, tájékozatlanságáról és megvezethetőségéről. Ma Magyarországon zajlik egy hosszú évek, ha nem évtized óta, tartó szellemi polgárháború. Van közel 3 millió Fidesz hívő, és van nagyjából ugyanennyi Fidesz gyűlölő. És ez a két csoport, az emberek többsége is, ez alapján ítéli meg Putyint, vagy ezt a háborút, hogy melyik csoportba tartozik. Emberek ezrei hullajtanak könnyeket Ukrajnáért, akik sosem hullajtottak könnyeket az elmúlt 8 évben azokért, akiket az ukrán hadsereg likvidált. És fülükbottyát sem mozdították, amikor az ukránok olyan törvényeket iktattak be, amivel megtiltották a magyar kisebbség nyelvhasználatát. De ugorjunk egy kicsit egy másik nézőpontra. Volt egy megállapodás a NATO és Oroszország között,
ami arról szólt, hogy az Észak-Atlanti Szövetség nem terjeszkedik tovább keleti irányba. Aztán mégiscsak tag lett Lengyelország, Magyarország, Románia és a balti államok. Vagyis ígértek valamit, de hazudtak, és pontosan az ellenkezőjét tették. Ezt követően az Egyesült Államok, nem az oroszok, kilépett a világ alapvető biztonságát jelentő rakétavédelmi egyezményből is, majd támadó rakétákat telepített Romániába és Lengyelországba. És ezt követően 2014-ben Báb kormány került hatalomra Kijevben. Ugye emlékeznek rá, hogy a háború előtt még napokkal is arról volt szó, hogy Ukrajna atomfegyvereket szeretne, tagja akar lenni a NATO-nak. Ugye emlékeznek arra, hogy az USA és a NATO fegyvereket, katonákat, kiképzőket és minden ilyesféléket szállított Ukrajnába. Erre az oroszok több százezer fős hadgyakorlatba kezdtek az ukrán határok mentén és Fehér Oroszországban. Csak kérdezem, mit tett volna mondjuk az Egyesült Államok, ha az oroszok például Mexikóban, Kubában és mondjuk Kanadában orosz támaszpontokat hoztak volna létre? Tudom, ez egy eléggé lehetetlen feltételezés, de csak gondoljanak bele. Hogyan reagált volna erre az Egyesült Államok? Emlékeznek még a 60-as évek elejére, a kubai rakétaválságra? Abból majdnem tényleg világháború lett. Orosz hajók rakétákat akartak szállítani Kubába, és majdnem atomháború lett ebből a cselekvésből. Most ugyanez a helyzet állt elő. Vagyis egy meglévő folyamat következő lépése lett volna, hogy Ukrajna a NATO tagjává válik. Az az Ukrajna, amelynek a katonai doktrinájában szerepel, hogy a Krím-félszigetet vissza akarja szerezni Oroszországtól. De facto ez a háború is ott lebegett a fejünk felett. És megint egy összefüggés, akik rendszeresen nézik a műsoraimat és videóimat, jól tudják, hogy enyhén szólva nem kedvelem a jelenlegi magyar kormányt. Korrupt, hazug, tolvaj, gyűlöletkeltő, és a többi, és a többi. Ez a véleményem róla, és szeretném, ha mielőbb eltűnne a történelem süllyesztőjében. Emiatt engem egyébként sokan Soros, Gyurcsány, Lipsi Bérenc, akárkinek tartanak. Mindegy, ez most teljesen lényegtelen, nem fontos, úgyis lepereg rólam. Ezzel a gondolkodással most be kellene állnom abba a sorba, akik egyoldalúan az oroszokat és Putyin elnököt tartják hibásnak a kialakult helyzetért. Nekem is tulajdonképpen habzó szájjal kellene vádolnom őt, illetve őket. De ahogyan az elején mondtam, nem akarok sem védő, sem vádló lenni, véd és vád. Ha jól megnézzük ezt a két szót, csak egyetlen betű különbség van a tartalom, a két szó tartalma között. Penge él, ha úgy jobban tetszik, mert nagyon könnyű egyikbe vagy másikba belecsúszni. Szóval az Orbán gyűlölők most azt mondják, hogy milyen aljas a magyar kormány, hogy megvétózta Ukrajna NATO csatlakozását. De most eresszük el az Orbán utálatot, és pusztán hideg, józan fejjel gondoljuk végig az egészet. Mi lenne, ha most Ukrajna NATO tag lenne? Azt gondolják sokan, hogy akkor nem folytatódott volna ez a háború, nem is tört volna ki ez az orosz megszállás. Igaz, ahogy mondtam, ez már 2014 óta tart Kelet-Ukrajnában. De ott csak szakadár oroszokat gyilkolnak tízezrével, ami ugyebár a nyugatnak nem nagyon számít. Azt gondolják, ha az oroszokat ennyire sarokba szorították volna egy ukrán NATO tagsággal, akkor ők nem mertek volna támadni? Kinek az érdekében áll elsősorban ez a háború? Oroszország veszít. Ukrajna szenved, Európa szintén veszít ezzel. Csak az USA-nak kedvező ez a háború, mert gyengíti vele Európát és egy másik nagyhatalmat is. Az USA-nak nem érdeke egy erős,
Európa is nem véletlen, hogy mindig is erőltette az orosz ellenes szankciókat, mert gazdaságilag ő jött jól ki belőle. Tehát mi történt volna, ha Orbánék nem vétózzák meg Ukrajna NATO tagságát? Oroszország olyan sarokba szorul, ahonnan már nincs hova hátrálnia. És mit tesz egy csapdába kerülő, egy csapdában vergődő állat? Sokkal veszélyesebbé válik. Ha ez történt volna, akkor Oroszország most nem Ukrajnával, hanem az egész NATO-val állna hadban. Magyarországgal, Lengyelországgal, Romániával, a balti államokkal és a többiekkel. Tudják ez mit jelent? Nem. Nem azt, hogy a NATO sokkal erősebb és úgyis győzne, úgyis legyőzni Oroszországot. Ahogyan Putyin is megmondta, annak a háborúnak csak vesztesei lennének. Mert lehet, hogy Oroszország végül keserves módon és szükségszerűen alul maradna a küzdelemben, de milyen árat fizetne ezért Európa? Végig gondolta ezt önök közül bárki is? És még egy adalék, ami fontos. Magyarországon kicsit több, mint egy hónap múlva választások lesznek. Jó esély van arra, hogy Orbán Viktor és kormánya megbukik. És ezzel együtt, vagy éppen emiatt, jó esély van arra, hogy az új kormány azonnal zöld utat ad, vagy adna Ukrajna NATO csatlakozásához. Ugye értik, amit mondok? Putyin nem várhatta meg, hogy ez megtörténjen. Krím és Donbass egy dolog. Még neki is. Donbassba 8 év alatt nem vonult be, pedig megtehette volna korábban is. Az is elég nagy gond az oroszoknak, hogy ott oroszokat gyilkolnak, de a NATO még közelebb kerülése már egyenesen életveszélyt jelentene a számára, a számukra. Úgyhogy így állunk, kedves nézőim. Oroszországot sarokba akarják szorítani, és mindegy ilyen szempontból, hogy Putyin és a rendszere olyan, amilyen, mert nem ez a lényeg. Az USA nem akar ellenlábast a világon, mert úgy nem terjesztheti ki korlátlan hatalmát mindenre és mindenhol. És megint el kell mondanom, nem az USA vagy az amerikai nép ebben a lényeg, hanem a mögöttük lévő erő, amely pajsként, fegyverként és rombolóként használja a világ egyik legerősebb hadseregét. Tegyük hozzá, hogy ez egy zsoldos sereg, hiszen nem besorozott katonákból, hanem fizetett bábokból áll. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Oroszország megint olyan puhány málna lenne, mint volt Jelcin idejében. Az USA, az én véleményem szerint, azt is szeretné, ha Oroszország minél kisebb részekre porladna szét, hogy ne egy egységes birodalom, hanem sok kicsi tagállam váljon belőle. Ahogyan az első világháború előtt sem nagyon tetszett nekik és még sokaknak itt Európában az osztrák-magyar monarchia, mert túl erős volt így egyben. A történelmet mindig a győztesek írják. A II. Világháború után Kelet-Európában tilos volt beszélni az oroszok által elkövetett embertelenségekről, nők százezreinek megerőszakolásáról. És Afganisztán, Irak, Szíria, Líbia, Grenada, Panama és ezen egyéb országok után senki nem firtatja azt, amit az USA és a NATO együttesen véghez vitt. Senki nem firtatja, hogy az ENSZ felhatalmazás nélkül szerbiai bombázások után mennyi civil halt meg délen, hogy a gyengített urántöltetek miatt a rák megbetegedések száma a volt Jugoszláviában drasztikusan megnőtt. Akkor csak a szerbek mások elleni kegyetlenkedéseiről illet beszélni. Most is csak a jéghegy csúcsa látszik, hogy az oroszok mennyire gonoszok és megtámadták a szegény kis Ukrajnát. És az ösztűz a balga együgyűek részéről csak a jéghegy csúcsára zúdul. Tudatosabban gondolkodó, összefüggéseket és ok
okozatokat kereső és felismerő ember látja, hogy a jéghegy nagyobbik része a vízfelszín alatt bújik meg, és próbálja egészben látni a történetet. Egyszerű ember azt gondolja, amit éppen a pártállásának megfelelő, vagy amit éppen a kedvenc, de hazug médiája lenyom a torkán. A jéghegy rossz, mert veszélyes, de ennek a jéghegynek csak egyik része az orosz agresszió. A másik része, vagyis a kiváltó okok, Ukrajnában, a NATO-ban és az Egyesült Államokban keresendők. Ezt a háborút együtt hozták össze, és ebben senki nem mocskosabb vagy tisztább a másiknál. Ne próbáljuk tehát az egyik felet ebben tisztára mosni, uram bocsá, szenté avatni. Nehéz megjósolni a következő napok történéseit, sőt, a következő órákat is, mert a helyzet percről percre változik. Lehet, mire ezt a műsort megírtam és felvettem, már teljesen új helyzet lesz. Mélységes szomorúsággal tölt el, hogy a világ a 21. században is ilyen hely, és Európában sajnálatos módon újra háború van. Az emberiség szemernyit sem fejlődött, és azok, akik vezetnek bennünket, nem is akarnak békét. Maffia kormányok ülnek mindenütt a világban. Kanadában éppen bebörtönözték a békés kamionos tüntetés szervezőit. Ennyit az ottani demokráciáról. Maffia vezérli tehát Kanadát, az Egyesült Államokat, Oroszországot, Ukrajnát és Magyarországot is. És ebben a játszmában nem a maffia családok tagjai, hanem az orosz és ukrán kiskatonák, kárpátaljai magyarok halnak meg, és mellettük rengeteg civil. Emberek válnak vadállatokká, háborús bűnök sorozata történik nap mint nap. Látták már ezt a felvételt? Kezdetben azt hittem, hogy egy orosz harcjármű vezetője Kijevben gondolt egyet, és áthajtott egy civil autón, de aztán kiderült, hogy ez egy ukrán harckocsi volt, amelyik Kijevben ezt tette. Amikor először láttam ezt a felvételt, tényleg majdnem elbőgtem magam, mert egyszerűen szörnyű, amikor egy egyéves sorkatonai szolgálatomat töltöttem Tapolcán és Szentendrén, harckocsi vezető voltam, tehát pontosan tudom, hogy milyen egy 36 tonnás szörnyeteg, nem csak filmekből, hanem a valóságban is. Abban a típusban, ami én vezettem egyébként, 4 fős személyzet volt. Parancsnok, irányzó, töltőkezelő és vezető. A parancsot a parancsnok adja ki. Mi történhetett ebben a szituációban? Az első gondolatom az volt, hogy a vezető bevodkázott, és vagy gyűlölettől elvakulva, vagy csak úgy buliból gondolt egyet, hogy letarolja azt a szembelövő autót. De ezt nem értem. Egy élő embert lapít össze, akit nem ismer, akiről azt sem tudja kicsoda, nem jelentett rá veszélyt, talán a saját édesapja is egykorú lehetett vele. És kicsi a valószínűsége, hogy ez a vezető, vagy a jármű parancsnoka valaha is hadbíróság elé kerül emiatt. Főleg ugye Ukrajnában. És mi vezérli azt az ukrán katonát, aki az ágyújával civil lakótelepeket lövet, és ezzel gyerekeket, nőket és öregeket mészárol le. És a maffia él és virul, mert ne legyenek illúzióink, hogy bármelyik ország vezetése ártatlan lenne. Nézzük pár mondatban a tényeket. A nyugat megpucsolta az egyik zsarnokot, hogy egy másikat ültessen pozícióba Ukrajnában. Aztán felhetszelte a saját zsarnokait a fő ellenség a szomszédok ellen, az oroszok ellen. Az orosz maffia pedig most megelégelte és lecsap az ukrán maffiára. És mi történik Magyarországon? A korrupt, tolvaj és hazug maffia kormány sarokba szorul emiatt is, mert ez ugye egy újabb szeg az ő koporsójukon. És az ellenzék? Könnyeket hullajt az ukrán maffiáért, és gyilkosnak nevezi az orosz maffiát. Mire számíthatunk tőlük, ha nyernek? Nem fognak mást tenni,
majd behódolnak az amerikai és az európai maffiának, szemernyivel sem jobbak, mint azok, akiket éppen megbuktatni készülnek. Kivillant a foguk fehérje az események kapcsán. Márkizajnak, Hadházinak és Karácsonynak is. Gusztustalan módon kovácsolnak politikai tőkét mások szenvedéséből. Az ukrajnai civilekre gondolok, mert ez történik, de erről majd egy következő műsoromban beszélek, ígérem, még a választások előtt. Tehát térjünk vissza egy picit Ukrajnára. Felelőtlen és etikátlan másokat azzal vádolni, hogy nem oltják hatékonyan a lángokat, miközben maguk öntik az olajat a tűzre, fogalmazott a napokban a kínai külügyminiszter, és a szavaival sajnos maximálisan egyet kell, hogy értsek. Ez a háború csak és kizárólag az Egyesült Államoknak kedvez, hiszen megint sikerült egy fennálló konfliktusát kiszerveznie máshová. Most nem Dél-Amerikába, nem Közép-Amerikába, nem Közel-Keletre, most éppen Európába. Újabb szankciók az oroszok ellen, újabb elmérgesített helyzet Európában. Ahogy a műsor elején is mondtam, Európa veszít, Ukrajna veszít, Oroszország veszít, az Egyesült Államok nem veszít, vagyis akik irányítják a háttérből. Ezeket pedig azért hangoztatom folyamatosan, mert a többség ma úgy gondolja, hogy a világon az amerikaiak a jó fiúk, és az oroszok a rossz fiúk. Hát egy nagy frászt. A rossz fiúk azok, akik a jó fiúkat küldik háborúba minden oldalon. Az állampolgár addig fontos, amíg nem lázad. Ha lázad, felemeli a szavát, akkor nagyon könnyen terroristának bélyegzik, és levadásszák. Ugye látjuk, hogy ez zajlik most tulajdonképpen Kanadában. Az állampolgár csak hajtson fejet, fizesse az adókat, fogyasszon minél többet, nézze a tévét, és maradjon csendben. Ne szóljon bele a nagyok dolgába. Mi, kicsik, maximum annyit tehetünk, hogy ülünk a Facebook előtt, vagy bármelyik közösségi oldal előtt, és hitvallásunk szerint szidjuk az egyik, vagy a másik felet, vagy akár mind a kettőt. De ha mondjuk Kanadában ételt viszünk a kamionosoknak, vagy Kárpátalján magyarul szeretnénk megszólalni a hivatalban, vagy Székelyföldön kiteszünk egy magyar zászlót, vagy Ausztriában nem akarunk kötelező oltást, vagy Magyarországon másképpen gondolkodunk a kísérleti vakcinákról, akkor sajnos levadásznak bennünket. A kanadai, az ukrán, a román, az osztrák, vagy a magyar maffia. Kanadában is csúfosan megbukott az úgynevezett nyugati demokrácia. Ezt láthatjuk a mostani hírekből. És amikor megpróbálsz eligazodni ebben a káoszban, és felismered, hogy sem az egyik, sem a másik oldal nem jobb, akkor mindkét irányból hihetetlen ösztűz zúdul rád. Tudom, mert naponta tapasztalom én is ezt a közösségi média felületein. Ilyenkor teszem fel magamban a kérdést. Érdemes egyáltalán itt bármit is tenni, bárkiért? Ilyenkor fogalmazódik meg bennem újra és újra, az emberiségnek szerintem tényleg befellegzik hamarosan. És hogy ez szomorú-e vagy sem, ezt mindenki döntse el önmaga, önmagában. Ennél többet ebben az adásban most nem tudok mondani én sem. Önök az új világpanorámát látták, köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!